Már frissen vágott krízantém díszíti az egyik sírt a mátészalkai temetőben. Itt is hetekkel ezelőtt elkezdték a felkészülést a mindenszentekre és a halottak napjára. A temető környezetét kitakarították, hogy méltó körülményeket teremtsenek a megemlékezéshez. Az önkormányzat minden évben jelentős anyagi támogatást nyújt az üzemeltetőnek, hogy ezt a komfortérzetet tovább növelje. A köztemető eddig szilárd burkolattal nem rendelkező útfelületelét tudtuk megcsinálni, több mint 250 méter eddig homokos járófelületet, aszfaltfelülettel tudtunk ellátni, és ezáltal mindenki megfelelően tudja a sírhelyeket megközelíteni. Nyilván az előző évek hagyományaihoz híven több fejlesztést is végeztünk még ezen kívül, a ravatalozóban a megfelelő kegytárgyakat kicseréltük a kornak, illetve a megfelelő szertartásokhoz alkalmazható technikai eszközöket vásároltunk, hangosítást foganatosítottunk magába a ravatalozó épületében. Ahogy a legtöbb sírkertben, Mátészalkán is meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Reggel 7 órától este 8 óráig lehet a temetőt látogatni. Ezeken a napokon díjmentesen lehet a köztemetőbe autóval is bejönni, nyilván a KRESZ szabályait be kell tartani. Egyedül a november 1-je az, amikor reggel 7-től 10 óráig lehet csak gépjárművel a köztemető területére bejönni, 11 óráig mindenkinek el kell hagyni gépjármű, akik gépjárművel érkeznek a köztemető területét, de viszont este 8 óráig lehet a köztemetőt látogatni. Az elmúlt évek fejlesztéseknek köszönhetően gyakorlatilag az egész köztemető területén rendelkezünk világítással. Így akik sötétedés után látogatnak el a mátészalkai temetőbe leróni a kegyeletüket, komfortosan és biztonságban érezhetik magukat.